Köszöntöm a nézőket, jó estét kívánok, egy újabb közmeghallgatást a polgármesteri hivatal műsorát láthatják. Mai vendégünk Lukács Antal, a kórház főigazgatója, akivel pénzekről, felújítási munkálatokról, orvosi eszközökről beszélgetünk. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! És köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Szépen. Ügyes bokros dolgai közepette. Jó helyzetben van a kórház, adta hírül nemrég, hiszen még mások semmilyen pénzt nem kapnak, az udvarhelyi intézmény folyamatosan pénzt kap a szaktárcától. Augusztusban közel 1 millió lejt, azt követően pedig 1,4 millió lejt, vagyis azt mondhatnánk, hogy az elmúlt két hónapban 2,5 millió lejhez közelítő összeget kapott. Igen, ahogy tetszett mondani, hogy az elmúlt interjúban is már közöltem ezeket a híreket, jó híreknek számít. Hát, és talán úgy fogalmaztam akkor, amikor rákérdeztek, hogy hogyan sikerült, hogy talpalni kellett mindezért. Mit értek én az alatt, hogy talpalás? Az, hogy az ember megmozdul, nem székhez kötött munkát végez, és egy cél érdekében intézkedéseket tesz. Vagyis... Ez lobbit jelent? Hát valahol a lobbit is jelenti, hisz az ember információkat, elsősorban információkat kell gyűjtsön a helyzetről, az általános helyzetről. Az általános helyzethez kell hasonlítsa a kórháza saját magát, akkor tanulmányokat kell készíteni, átiratokat kell küldeni hatóságok vele, persze célirányosan, és ezeket a megbeszéléseket kell kezdeményezni olyan emberekkel, akik fontosak a rendszerben, és van szavuk. És persze, hogy akkor elkészül a végleges tanulmány, amivel elő lehet állni, és be lehet bizonyítani egy ilyen elbíráló bizottság, ami a szaktárca fele, nem, a miniszter úrhoz nem tud eljutni egy olyan anyag, amit egy szaktárcánál egy elbíráló bizottság nem néz át, és nem véleményez. Így hát azt a legjobb, ha személyesen csinál az ember, személyesen megy be, és azt hiába küldi be a sofőrét, az átiratokat és a tanulmányokat, levelezéseket, hisz azt föl kell tartani, és akkor, amikor már az ember oda kerül, hogy a döntő személyhez, akkor ő neki már van fogalma, hogy a munkatársak, a kollégái hogyan véleményezték. Én úgy mondtam, hogy megtisztelő volt ez a költségvetés kiigazítás számunkra, hisz pénzeket kaptunk pluszban, és nem ütköztünk különösebb ellenállásban, és az érvek és az ellenérveknek született egy közös nevezője, és így kaptuk meg talán azoknak a pénzeknek a felét, amit mi igényeltünk. Igen, ez nem mellékes, hogy bár az összeg felét kapták meg, de azért mégis örvendenek. Nem mellékes és kicsi visszás helyzet is, paradoxon, de hát ez van, ilyen világot, ilyen évet élünk. Igen, hát az ellenérvek mindig azok voltak, hogy krízis helyzet van. Tehát Romániában még a krízis helyzet az még mindig létezik. A pénz nem annyi kellene, és ez így van, ez a valóság. Az ember érzi, tehát a hétköznapi ember is érzi minden nap, hogy a mindennapi életében, hogy lehetne jobb is. Így hát az ellenérvek ezek voltak. No, de hát én még mindig reménykedek, hogy a novemberi költségvetés kiigazításnál majd azt a másik felét is megkapjuk, hisz az átirataink megvannak, azokat felújítjuk, nem engedjük, hogy elfelejtsenek minket, és valamit teszünk azért is, hogy egy szó, vagy valami eljusson a döntő szerveknek a fülébe, vagyis egy dicsérő szó, akkor udvarhelyi kórházról, hisz már van egy hírneve, egy hírneves kórházzal váltunk időben, meg volt a hármas besorolás, mondtuk, hogy megpályázzuk majd a kettőst, erről sem mondtunk le. Így hát már mondhatom én, hogy nem fogalmazhatunk úgy, hogy Székelyudvarhelyi Kórház, egy Csíkszeredai megyei kórház és egy vásárhelyi klinika szorításában végzi. Vagy árnyékában élne. Szorításában mondanám, végzi a dolgát, igyekszik végezni. Most már minket Csíkszereda nagyon nem zavar,
és ez dicsérőképpen is, ne vegyék ön dicséretnek, de a Vásárhelyi Kórház, most már másképp lehet fogalmazni, terepet veszített egy udvarhelyi és egy kolozsvári kórháznak a szorításában. Sok a vásárhelyi betegünk, sok a marosmegyei beteg, a megyén kívüli betegeknek az aránya az körülbelül 35%, tehát a nagy látogatottságnak is hírnémnek örvend. És a Vásárhelyi Kórháznál persze úgy az infrastruktúrális téren, mint a betegállátás téren nem a megfelelő szolgáltatást nyújtják. Tehát most már minket nem zavart Csíkszereda, az a kórház, ahol 90-valahány orvos hiánya dolgozik, az olyan is. És mondhatom, hogy most már a Vásárhely sem szorít minket, hanem van egy együttműködési megállapodás kettőnk között, és a komplementáris ellátást valamiféleképpen megoldjuk. Kolozsvárral is van szerződésünk, a Kolozsvári Klinikával, ottan van egy vonalunk, egy sebészeti vonal, ott, ahol az orvosaink és az ottani orvosok jártak át ide műteni, még amilyenek átmennek oda, így próbálják elsajátítani az orvostechnikát, azokat a fejleményeket, főleg a sebészet terén, melyek mostanság, tehát ami mindig és mindig fejlődik, és az a lépést tartani csak így lehet, hogyha egymástól megtanulják. Az a plusz 35%, amit említett, a külső betegszám, az jelentős, főleg ilyen időkben, amikor betegszám, ágyszám szerint fizetnek. Igen, ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hisz ez a szorító, hogy az egészségügyi biztosító ő egy megadott összeget, van egy képlet, és azt havonta azt az összeget beadja, de azon felül nem. És ez a 35%-os túllátogatottság, tehát a beteg létszámnak tehát meghaladjuk 35%-kal tulajdonképpen a jövedelem, a leszerződött jövedelmünket 35%-kal a külső betegek miatt. Hisz azokkal a betegekkel persze költség van, költséggel jár. De a beteg védelem és a jogai, a betegeknek a jogai azt tisztán írják, hogy megválaszthatja a beteg úgy az intézményt, mint az orvosát, a kezelőjét. És főleg, hogy megyén belül beszélgetek, most már nem mondom, hogy más megyéből jönnek át, de ahhoz is joguk van, hogy átjöjjenek. Itten az egészségügyi pénztárnak volna egy fontos szerepe, hogy a helyzetet monitorizálja megyén belül, és nézze mégis meg, hogy melyik az a kórház, amelyik átveszi a másiknak a betegét, és valahogy úgy egészítse ki a költségvetéseket, és úgy finanszírozza, hogy ahogy a szolgáltatásoknak a minősége és a mennyisége szerint. Ez nem igazán történik meg, hanem úgy sablonszerűen az, ami éveleimre volt szerződve, beadják az összeget, legtöbbször csak fizetésre adnak összeget. És ha jól tudom, várnak egy nem kevés összeget a pénztártól is. Igen, a pénztárnak elmaradásai vannak. Most szeptember 15-ével kértem a kimutatást, az 4.100.000 volt, az egy jelentős összeg, és ha beleszámítjuk azt is, hogy a 2011-es év decemberében nem szerződték le az akut betegellátásnak csak 60%-át, onnan még van egy 838.000-es elmaradásuk, azon kívül nem szerződték le a decemberi hónapban a krónikus meg a rehabilitációs eseteknek az ellátását, a napos benfekvéseket, onnan meg egy 250.000-es elmaradás is van. Úgy látszik, nem csak a magánszférában, az állami szférában is jellemző a körbetartozás minisztérium, pénztár, intézmények között. Igen, így van, igen, létezik ez. A vízhangok szerint bekértek a helyi pénzügy, vagy a megyei pénzügytől, nem tudom, honnan indult, de mindenféleképpen a pénzügyminisztériumtól indul ez az információigénylés, kérik úgy az önkormányzatoknak az adósságait, és persze a hozzátartozó intézményeknek is, és megfogalmazzák, van egy rendelet a 273-as, annak egy módosításában,
hogy mi is az, hogy tartozás, ami a határidőből kiment fizetések, amelyek meg vannak haladva 90 nappal. Tehát azokat kérik, nem az összeset akarják beadni, hanem esetleg akarnak valami segíteni. Bár a három hónapnál régebbiek. Igen. Hát úgy van, a gyógyszereknél 180 napos határidő van megadva, az a határidő, hogy ki kell fizetni, a egészségügyi anyagoknál és a szolgáltatásoknál meg 60 nap. Sajnos a rezsiköltségeknél, értem én a gázat, a vizet, közvízszolgáltatás, a vízműveket, ottan 15 napos, 10 napos, na mondjuk, hogy 30 napot engednek, de utána már nem. Úgyhogy hiába van kronológia, amikor van törvény rá, hogy úgyis elsőbséget élveznek azok a szolgáltatók, akik valami monopól helyzetben is vannak. Ugye ezt is akartam hangsúlyozni, hogy beszélünk milliókról, de hát egy nagy intézményről van szó, nem egy kis háztartásról, úgyhogy adott esetben akár egy millió lej úgy el is tűnhet, úgy el is kelhet, hogy észre sem veszik. Fenntartási költségek, egyéb a számlákat említett, tehát éppenséggel egy ilyen intézmény esetében egy millió lej nem is olyan nagy összeg, vagy az? Nem tudom. Nem nagy összeg, hisz most számadatokban beszélve a havi leszerződött összeg a biztosítóházzal az 2.500.000-2.600.000 körül között mozog. És a fizetési alapok azok a nagy bruttó, tehát az állam felé az adók meg egyebekkel az 1.600.000. Tehát nem haladja meg azt a bizonyos 70%-ot, de azt a 65-nél ottan vagyunk. Tehát amikor beszélünk egy millió lejéről, akkor azt mondjuk, hogy nem elég fizetésre sem. És akkor hova? Akkor a többiből pedig persze a fenntartási költség és a fejlesztéseknek is az eszközés az jelenti, hogy az ember meg kell mozdulni, tennie kell ezekért, hogy azok is haladjanak. Még sosem álltunk meg. Függetlenül attól, hogy kaptunk az államtól pénzt, vagy költségvetési igazításkor az egészségügyi minisztériumnak a költségvetéséből voltak ezek a pénzek. Mi tatarozási munkálatokat eszközöltünk, azt befogtuk a költségvetésbe, jóvá hagytuk, és látomozottuk a polgármesteri hivatallal, és olyan színvonalra lehet kis osztályokat tatarozási munkálatokból is felújítani, ami megfelel valamennyire a szabványoknak. Igen, erről beszéljünk, hogy a most nemrég kapott 2,4 millió lejt mire költik. Ha jól értettem, két irány van. Egyrészt a felújítások, osztályfelújítások, másrészt meg az orvosi eszközök vásárlása. Igen, augusztusban volt a... Nem is augusztusban. Nem, az év elején volt a második és a harmadik trimeszterre. Egyenlően el volt osztva, 997.000 lejt kapott orvosi műszerekre a kórház. Ez négy műszert jelent. Megkapta az intenzív terápia egy ilyen központot, létesítünk egy monitorizáló központot, amely kiterjed az egész kórházra. Tehát a sebészeti profilú osztályoknál vannak az intenzív terápiás, tehát az operáció utáni betegek, és az intenzív terápia monitorizálja azokat. Ez közel 460.000 lej, nem tudom pontosan mennyi volt ennek. Vettünk egy új mammográfot, az 300.000 lej körül volt. Az új mammográf az szükség volt, nagyon szükség volt, és időszerű volt, és nagyon örülünk, hogy azt a pozíciót, tehát a mammográfot, mert nem mindig van egy nagy listánk, és ők válasszák meg, hogy mégis mit adnak, és ez beleesett, hisz a meglévő mammográfunk mostan már a 10. éves. A biztosítóház 10 évnél régebbi gépeket nem pontos, úgyhogy nem a vizsgálatokat rá nem finanszírozza. És bejött így egy vadonatúj mammográf. Mostan ott van a röntgen osztályon, és nem találja az osztályvezető orvos a helyét, de valahogy úgy gondoltuk, hogy ha beindul a nemzeti programokból a szűrővizsgálatok, a rákszűrések, ezek a screeningek, amik
hamarosan elindulnak, akkor a legjobb hely az a poliklinika szárnyában lenne, ott vannak a járóbeteg szakrendelők. Úgyhogy oda lesz elhelyezve. Megkerül a helye. Megkerül a helye, persze. És azon kívül egy műtőasztalt kaptunk a nőgyógyászat számára, és egy altatógépet. Ugyancsak a nőgyógyászat kapja meg, hisz az intenzív terápiának a leltárában van, de a nőgyógyászati részlegen lesz elhelyezve. Hisz az intenzív terápia az altatása úgy a sebészeti osztályon, az általános sebészeten, mint a nőgyógyászat területén, míg a filológégészetnél is már altatásra végzik a műtéteket. Ez az első 1 millió lej. Ez az első 1 millió, igen, és folytassam. Hát ezeknek a közbeszerzési eljárás az lebonyolódott. Megérkeztek a műszerek, és azt hiszem, nincsen kifizetve az utolsó kettő. Nem tudom, de a pénzek azok megérkeztek, le van közölve, hogy igenis a hitelnyitás megvolt, úgyhogy itt nem lesznek gondok, nem lesznek akadályok. A kiigazításnál ott meg 608 ezeret kaptunk műszerekre. Itt nem tudom, hogy soroljam, mert ezek kisebb értékű dolgok. Hát esetleg, ha van fontosabb közöttük. Hát ami a... automata fecskendők, egyebek. Hát így van, hogy van automata fecskendő, vannak sebészeti elszívók. A sebészetnek a kötözőjén kicsit a ronda a butorzata, de így külön egy műtő, kisebb műtőasztalt vettünk, és egy műtőlámpát. Vannak ezek az automata infúziós adagoló készülékek, románul mondják perfúzomátok. Ezek szükség több van belül, azt hiszem, hogy 3 is van belőle. Meg az ekográf, tehát az ultrahang, amit a belgyógyászat számára van, megszavazva az orvosi tanács által, aztán meglátjuk, hogy abban a 70 ezer lejben, amit kaptunk, hogy mit is lehet megvenni. És annak függvényébe kerül majd az az osztályhoz, ahol persze, ahol igénylik, mert ami az ultrahanggal vizsgálatokat illeti, hát a szakembereink nagyon magas szinten vannak. Nem tudom, hogy ez a 70 ezer lejből meg lehet venni azt a színvonalas képet, ami tulajdonképpen megkövetel a színvonalas tudású orvos. Belekapaszkodnék, mondta, hogy az orvostanács szavazott belső demokráciában. Tudja, hogy van egy kis összeg, és akkor megszavazzák, hogy nagyjából mi kellene, vagy? Ez úgy működik, hogy megérkezik tehát a menedzser kijárja az útját ezeknek. Persze minden segítséget bevet, hisz elfelejtettem mondani, és nagyon fontos, hogy minden ilyen átirat, és amit megfogalmazok, jó magam, én fogalmazom meg, és elküldöm a polgármesteri hivatalnak is, elküldöm, hogy tudomásul kell vegye. És ő is kell egy ilyen írományt, és az önrészt, amiben ő vállalja, ő is az papírra kell tegye, és vele együtt kell beküldeni. Az egy alapfeltétel. Azon kívül még elküldtem a Verestő szenátor úrnak is azt a levelet, hogy tudjon ő is róla. A lobby részeként. Igen, lobby részeként, mert nem árt, hogy minden oldalról megközelíteni, és a siker érdekében, az szerintem ez nem rossz dolog, hogy így jár el az ember. És... hát, csak emlékezzünk arra az időszakra, amíg Cseke Attila volt a miniszter. Azért teljesen más vízben fürdőzött a kórház, mint azt megelőzően, vagy azt követően. Mondjuk azt akkor nem kellett annyit lobbizni. Elégséges volt az, hogy meghívni Székely udvarhelyre, és lássa a helyszínen, hogy mi is a helyzet. És a lehetőségek szerint ő is segítette, és segített másokon is. Mondhatnám, hogy valóban egy jó időszak volt más, amikor van egy magyar minisztere, egy egészségügyi minisztere, akkor az országunknak. De a belső szavazás? A belső szavazásra visszatérve ez úgy működik, hogy megjön a műszerekről a lista, és azt odaadom az orvosigazgatónak, és minden hónapnak az utolsó péntekén van a gyűlés. Ő felolvassa, hogy mik a jóváhagyott listán, mi a jóváhagyott lista, mit tartalmaz, és véleményezik az orvosok, hogy na ezt akkor ide, oda, nincs kitűzve, hogy most már feltétlenül a bőrgyógyászat is ekográfiát akar véget csinálni. Tehát régebb csak a röntgen osztályon volt ekográfia, de most minden orvos elsajátította ezt a
ezt a képesítést, így hát ahogy felolvasódik, hát hiába mondják, hogy a sebészeti elszívót akkori máshol, de mondom, hogy tudomásul veszik az orvosok, és a jegyzőkönyvbe befoglaltatik a véleményezés, és persze számomra konzultatív jellege van minden egyes ilyen jegyzőkönyvnek, mint az orvosi tanács véleményez. Ezt csak azért kérdeztem, hogy kicsit pillancsunk be a kórház mögé is. Beszéljünk, térjünk vissza, az eszközöket említette, milyen felújításokat végeznek ezekből az összegekből? Ez 608, ez csak az orvosi műszerek, azon kívül 800 ezer lej a felújításokra kapott összeg, ami az összeg eredményez az 1.400.000 lejt. Természetesen a klinikai labor, nem tudom, még az előző interjúmban mondtam, hogy legyenek vége, fejezzük be az osztályokat, utána átmenjünk a paraklinikumokra, és majd gondolkodunk a járóbetegrendelőn, a poliklinikán. Itt az osztályok nagyjából rendben vannak, és a paraklinikumokhoz tartozik a klinikai labor is, hisz rendben van most a röntgen osztály, aki tulajdonképpen a diagnosztikai osztályokról beszélek. Uh-huh. A röntgen osztály rendben van, a korszövettan az rendben van, most a klinikai laborról van szó, azt már tataroztuk is, még pénzeket is kaptunk, úgyhogy azt hiszem, hogy minden elvárásnak meg fog felelni. És az újszülött osztálynak van két része. A negyedik emeletről beszélgetik, mert a labor is a negyedik emeletén van, a főépületnek a negyedik emeletén. És vannak a kórtermek, ahol vannak a mamák, a kismamák, az újszülötteknek az anyukái. Azokat a kórtermeket már rendbe szedtük, és még sikerül kialakítani, hogy a két ágyas és különfürdő helységeket, ott kaptunk 266 ezer lejt. Az a rész, és ami a nehezebbik, ott vannak az inkubátorok. Kicsit a munkálatokat ott a nehezebben tudjuk, és időbb igényesebbek, hisz ilyen idéglenes falakat kell csinálni és úgy dolgozni, hogy nem a zaj, hanem inkább a por is, ami azzal jár, ne zavarja a csecsemőket. De nagyon ritka, nagyon kevés, aki inkubátorba szerencsére. Kerül. Szerencsére egészséges gyerekek születnek az utóbbi időben. A fertőző osztály is képben van. A fertőző osztály az volt az, ami rengeteg pénzt igényel. A technikai terv... Valószínűleg nem véletlenül maradt, majd, hogy nem a sor igen, végére. Épp az, hogy a technikai tervet készítettünk, és ott kivételes elvárások vannak egy fertőző osztálynak a főjavításánál. Főleg az inspekció a szanepit előírja, hogy a falakat ki kell burkolni. Tehát burkolni kell műanyaggal, hogy mondjam, műanyag burkolatot kell eszközölni, mosható felületeket kell kialakítani. Hát ottan a monotechnikai terv 1.800.000 lejt eredményezett. No, csak a terv? Csak a tervnek az ellenértéke, tehát a munkátok ellenértéke az annyi, a terv azt hozta ki. Tehát az általános. Tehát az építő és a szerelési munkálatunknak az energetika az 1.800.000 lej. Ezt eredményezi a technikai terv, ami elkészült már. Így már másképp hangzik. Igen. És most ezzel a 340.000 lejből, hogy mit csinálunk, az tulajdonképpen csak abban tudunk gondolkodni, hogy a földszinten megcsináljuk a mozgás képteleneknek a rámpát, és ugyancsak a földszinten egy kórtermet kialakítunk, ugyancsak a mozgásképteleneknek, hogy ne legyen szükség egy liftnek a felszerelésre, úgyhogy és a járóbetegrendelőt is kialakítani, a járóbetegrendelést, valamint a földszintet azt hiszem, hogy meg tudjuk csinálni egészében, három kórteremmel, fürdőhelységekkel, tehát ilyen mozgássérülteknek a fürdőhelysége, orvosi szoba, járóbetegrendelés, kivéve a nyilászárók. A nyilászárók azok nem férnek bele, de azt mondjuk, hogy azt a tatarozási munkálatokból, kijavítása, azokat meg tudjuk azt oldani. Tehát most jelenleg a negyedik emeleten dolgoznak, majd jön a fertőző, még nem látják, hogy milyen pénzből a 300 ezer lej mellett, majd utána a... 340 ezer lej, 340 ezer lej, igen. Majd utána a poliklinika, vagy még van van még? Hát most már ezzel a fertőzővel az osztály befejeződnek.
El kell mondanom, hogy a sikerült időközben az elmegyógyászat is elég elmegyógyászatot is felújítani. Utolsó simítási munkálatok zajlanak ottan, míg az volt elhanyagolva, tetszik tudni, hogy hol van az utolsó emeletén van annak a régi... A főút mellett. Főút mellett a régi irodahelyiség volt egy építkezési vállalatnak. Azt felújítottuk, tehát csak a fertőző osztály maradt, mint klinikai osztály, amit nem tudtunk még befejezni, de én azt mondom, hogy most a novemberi költségvetési kigazításnál ezt fogjuk szorgalmazni. És aztán jön a nagy falat, a járóbetegrendelő rész. A járóbetegrendelő részről vannak elképzeléseink, igen. Eszembe jutott, még adásunk előtt rá is kérdeztem, hogy kiköltözött a mentőszolgálat a bőrgyógyászat melletti szárnyból. Oda mi lesz az emeleten? Oda összpontosul az adminisztratív személyzet. Jelen pillanatban abban az épületben, ahol mondtuk, hogy van az elmegyógyászat, az utolsó emeleten, az első emeleten van a tüdőgyógyászat, és a földszinten eszközöltük azt a kis járóbetegrendelőt az onkológiai rendelésre. De a szomszédságában ottan van a jogásznak, az adminisztrátornak, ott van a közbeszerzési iroda. Akkor így egy épületben, egy és azokat költöztetjük át a régi mentősöknek a helyébe, és így lehetővé válik az, hogy azon a részen ugyancsak a tüdőosztálynak egy járóbetegrendelés, a tüdőosztály számára egy járóbetegrendelőt kialakítani, köptetőt, ez szükséges, és talán azt hiszem, hogy az onkológiának is át lehetne költöztetni ebben a pillanatban, az onkológiának félre van téve, tehát egy külön el van különítve egy porterem a belgyógyászaton, és ha az most a járóbetegrendelő ott van a földszinten, akkor van hely az ők számukra egy ötágyas kórtermet kialakítani, hisz ötágya szerepel, mint egy kompartiment, de résznek a jóváhagyott struktúrában. Szép lassan, de határozott lépésekkel szépül, fejlődik az Udvarhelyi Kórház. Minden két-három hónapban van egy hír az utóbbi éve. Két-három évben önökről. Igen, nem tudom. És látszik is. Hát én örülök, hogy a hírek eljutnak önökhöz, eljut a lakossághoz is, és annak is, hogy értékelik. Nem tudom, eljutott önökhöz az a hír, hogy mostan a közlekedés, tehát a kibejárattal próbálunk foglalkozni, mint a kártyás rendszereknek a bevezetésével. Nem. Majd egy következő adásban még erről is lehet beszélgetni, mert az egy olyan dolog lesz, hogy meg kell szokja. De kinek lesz? A lakóknak lesz kártyás? Vagy... Hát nem a kártyás. Ha már belevágtunk, akkor bár két mondatot. Hát elsősorban van egy rossz helyen, ami a közlekedést illeti, nagyon nehezen lehet kimenni a kórház területéről. Azt teszik tudni, hogy egy villarendőr és egy körforgalom között van a kórháznak a bejárata. Ez így igaz. És ha megnézzük, úgy a jobb oldalán, mint a bal oldalán van egy busz megálló is. Tehát ahhoz, hogy a kórházról kimenjél, az csak egy forgalomban levő gépkocsi vezetőnek a jó indulatán múlik, hogy megáll. Vagy mentőautóba kell ülni. Megáll és elenged és kienged téged, hogy ki tudjál menni. És néha az embert pánikba ejti. Én is bekerültem egy olyan forgalmi dugóba, pontosan a kapu előtt, és elképzeltem azt, hogy mi lesz, hogy jön egy mentőautó, hogy tud az bejönni. És így döntöttük el, hogy három helyen lesz a bejárat és a kijárat. A mentők számára egy kifutópályát létesítettünk, az már megvan, elkészült a kovácsolt kapu, azt automatizáltuk, a kórház csinálta mindezt, és az udvarhelyi mentősök számára a távirányítók vannak, ugyanis és a mentőszolgálatnak a diszpécserátusán pedig egy gombbal nyithatja vagy záratja azt a kaput. De hol van a mentős kapu? Melyik részén? Hát az udvarnak a végén. Ott van az adminisztratív épület, és zöld most a Pródi alapot, a rendőrséggel szembeni részén. Ott a nyugodtan meg lehet csinálni, hogy egy
egy kis festéssel, hogy a rendőrség. Az adminisztratív épület mögött. Igen. Ottan lesz a kifutója a mentőnek, és az a kapu, ahol mostan kijárunk és bejárunk, ottan csak bejárat lesz. És a kijáratot pedig ott a körforgalom mellett a Tábor utca a részén, a Tábor utca felülről. A kórház háta mögött. Háta mögött, mert a kapuk el is készültek. Ott is megvan a kapu, nem tudom, látták-e. És ott az... Tehát forgalmi rendváltozás. Rendváltozás lesz, és valamiféleképpen nem változik nagy dolog, csak azt akarjuk, hogy valamiféleképpen ezt a forgalmi dugót elkerülni, és a mindenütt, tehát egyikbe bejárni, kijárni, és a mentőnek külön kifutópályát biztosítani. És ez egy automata is lesz felszerelve a sorompónál, a bejáratnál. Egy, talán ott is le van egy gombocska, én még nem láttam, mert még nem mutatták, vagy csak én a rajzokon láttam, hogy hogy fog működni, majd amikor bemutatják, kész lesz is bemutatják, akkor majd kell tájékoztatni a lakosságot is, hogy működik, egy talán egy ilyen műanyag érmét, műanyag pénzecskét ad ki, attól fölnyílik a sorompó, írja majd ott, hogy van 200 parkírozó hely, ahogy ki felnyílt és bement egy autó, írja, hogy 199. Uh-huh, uh-huh. És úgy, ahogy kiment, mert van egy kap egy érmet, azzal az érem, az úgy lesz beprogramálva, hogy az fél órás bentétet jelent. És megtörténhet, hogy az az érem már nem tud kimenni az másik automatán, hogyha túl lépte azt a határidőt. És akkor ezt lehet intézni a kapuszobánál egy ilyen kasszagéppel, homologált kasszagéppel, kifizeti ezt a különbséget, és akkor kimeheti. Ahogy kiment, akkor visszamegy, hogy igen, a parkolóknak a száma, a helyeknek a száma visszament 200-ra. Tehát mindenki egy automata rendszer. Egy automata rendszer, és hogyha én szerintem ez helyes, hogy mindenki rendezze, saját, adminisztrálja saját magát, hogyha be akar jutni az autójával, a gépkocsijával a kórház területére, akkor ezt az utat csinálja meg, és minden nem úgy legyen, mint idáig, hogy a kapusnak, amikor a forgalmi dugó ott van, a legfőbb dolga az, hogy az egy lejt valahogy kérje el attól az embertől, aki bement oda, és a másik zsebében ott van a nyugta, és mindenképpen azt a nyugtát el akarja adni, de nem veszik el, és minden tizediknél... Hát ezt én azt mondom, hogy ez októberben ez meg fog történni. És a másik pedig az, hogy az osztályoknak a panasza, hogy úgy látogatási időben, mi látogatási időn kívül is vannak látogatók, és ezt meg lehet oldani úgy, hogy kártyás rendszert vezetünk be, az alkalmazottaknak van mozgás lehetőség a kórházon belül, és az ők felelősségükre lesz majd, hogyha valakinek ajtót nyitanak. Most úgy működik, hogy letelefonálnak talán a biztonsági őrnek, vagy hogy felengedheti. Igen, felengedheti már az én kliensem meg amúgy. Tehát léteznek ezek most már, ez is megoldódik, minden ott van, és ők, ha úgy látják, jónak látják, és akkor beengedik, de az ők felelősségükre. Igazgató úr, köszönöm, hogy mindezekről beszámolt, jó munkát kívánok. Köszönöm én is. Köszönöm a nézők figyelmét, és találkozunk egy hét múlva. Viszontlátásra!